Az átlátszó cikkére hivatkozva ne haragudjon, tehát az egy halmaz hülyeség. Tehát az egy ostobaság, amit az átlátszó éppen azért, hogy látom, én érzem, hogy megy a hangulatkeltés Debrecen kapcsán, mert Debrecen valóban halad, megfejlődik. Van egy kiemelt kormányzati figyelem meg támogatás Debrecen irányába. Most volt néhány napi rendel korábban szó a debreceni repülőtér, a déli gazdaságövezet, az északnyugati gazdaságövezet, vízi infrastruktúrájának a fejlesztésére. Nem véletlenül adtunk ki az átlátszó cikk alapján egy közleményt, amiben felsoroljuk, hogy az elmúlt években milyen vízi közmű fejlesztések zajlottak, és jelenleg is zajlanak Debrecenben. Nem tudom, hogy ezt érdekes módon az átlátszó nem írta meg, hogy Magyarország legnagyobb vízi közmű infrastruktúra tervezési folyamata zajlik Debrecen keleti város részére vonatkozóan. Néhány hónapja írtam alá egy közel 3 milliárdos szerződést, arra vonatkozóan, hogy a keleti városrész víz, csatorna, közműhálózatának fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrális alapokat lefektessük, aminek az lesz a következő lépése, hogy abban a városrészben egy új rendszer alakul ki. Néhány héttel, egy-két hónappal ezelőtt zártunk le egy 17 milliárd forintos fejlesztést a Tisza menti regionális vízművek és az EKM beruházásában, amelynek a forrását a kormány a központi költségvetés biztosította, amelynek köszönhetően az eddigi 30 ezer köbméterről 54 ezer köbméterre növekszik az a vízmennyiség, amelyet Debrecen felszínvízként a TRV-től meg tud kapni. Tehát érdekes módon az átlátszó ezt nem írta le, az egy teljesen normális következménye egy közbeszerzési eljárásnak, hogyha mondjuk a fedezeti értéknél magasabb árajánlatok jönnek be, akkor a kiíró tud, mi is hoztunk ilyen döntéseket számtalanszor az elmúlt időszakban, hogy mikor túlértékelt beruházási számok jönnek be, akkor azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, ezt az eljárást eredménytelenítjük, és kiírjuk újra. Ezt is megírtuk, az átlátszó nyilván nem foglalkozott a város közleményével, ezt is megírtuk, hogy az EKM-től kapott tájékoztatás alapján újra ki fogják írni ezt a pályázatot, tehát az EKM nem törölte és nem megszüntette ezt az eljárást, vagy nem törölte ezt az eljárást, hanem úgy szüntette meg, hogy újra ki fogja írni. Tehát a valóság az mindig kicsit kerekebb, értem én, hogy vannak politikai szempontok, meg szándékok. Ugye mindig elmondom, nekem az a dolgom, hogy itt teljes képet vázoljak. Önök meg nyilván azt mondanak, amit akarnak a saját politikai értékrendjüknek, meg céljaiknak megfelelően. Én egy teljes képet vázolok, így teljes a kép.